Üdvözöllek benneteket a Diétás Fazék csatornán. Mai napon egy gyors tavaszi salátát fogok nektek összeállítani. A saláta összeállításához egy pár dologgal már előkészültem. Egyrészt 3 tojást megfőztem, és a főtt tojásokat pedig aprítottam. Egy 2 közepes szárrépát pucoltam, majd a sajtra szerelő nagyobb lyukú részén lereszeltem. Egy maréknyi bébi spenótot összetépkedtem a kezeimmel, valamint ebben a tálban 2 közepes golden almát látsz. Azért tartom vízben, mert így kevésbé barnul be. Ez egy citromos víz, amiben addig tartom, amíg fel nem használom. A felhasználás előtt leöntöm róla a vizet, és kéztörlő segítségével pedig leítatom róla a felesleges vizet. Használok hozzá újhagymát, egy szép szár újhagymát aprítottam, pár csepp citromlé is fog belekerülni, egy kevés light majonéz, egy önevő kanálnyi mennyiség és egy mokkás kanálnyi mustár is megy bele. Ebbe a tálba látsz görög joghurtot és tejfölkeverékét, ez körülbelül egy olyan 3-4 nagy doboznyi mennyiségnek felel meg, fele-fele arányban törekedjünk arra, hogy inkább az alacsonyabb zsírtartalmú joghurtot válasszuk, és a tejfölből is szintén az alacsonyabb zsírtartalmú változatot. Egy teáskanálnyi fokhagymagranulátum, szintén egy teáskanálnyi só is fog belekerülni. És inkább dolgozz el friss zöldekkel. Most nekem szárított metélő hagymám van itthon, legjobb, hogyha be tudod szerezni a frisset, és azt fogod a salátába beletenni. Ebből a sok-sok finomságból, ami tele van vitaminnal, ásványanyaggal, abból összeállítunk egy jó kis salátát. Ezeket a salátákat pedig sült húsok, sült halak köreteként tudod fogyasztani, de önmagában is tökéletes egy friss, teljes kiörlésű pékárúval. A joghurthoz adjuk hozzá azt a kevéske kis mustárt, amit kimértünk, valamint a majonézt is. Egyébként elhagyható, ha nagyon szigorú a diétád, akkor nem kell használni ezeket. Pár cseppnyi citromlé is kerülhet bele. Adjuk hozzá a fokhagymagranulátumot. Itt nem célszerű fokhagymával dolgozni, mert nagyon intenzív lenne, erős lenne hozzá. Adjuk hozzá a további fűszereinket. Egyszerűen keverjük össze a joghurtos tejföllel, természetesen kóstoljuk, és hogyha úgy érezzük, hogy még valami hiányzik belőle, akkor adjuk hozzá. Friss metélő hagymán kívül egyébként a petrezselyem is nagyon jól illik hozzá. Valaki még ilyenkor szeret beletenni édesítőszert, akkor azt is meg lehet tenni. Vegyünk elő egy nagyobb tálat, abba öntsük bele a leszűrt almát, dobjuk rá a sárgarépát, mehet bele a hagyma, spenót, keverjük át, majd öntsük nyakon a zöntettel. És végül adjuk hozzá a főtt tojást is. Az egészet keverjük össze. És az így elkészített salátát fóliával takarjuk le, tegyük be a hűtőbe 1-2 órát, és akkor utána lehet kínálni. A behűtött salátát salátalevelekkel letakart tára halmoztam, és szárított petrezselyemmel szórtam. Jó étvágyat kívánok hozzá, a közelgő húsvéti ünnepek alkalmával készítsd el te is egy kellemes, könnyű
salátaköret. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy követed a csatornámat, a feliratkozásokért külön köszönet, sziasztok, legyen szép napotok!